Kedves középiskolás diákok, sok szeretettel köszöntelek benneteket a Miskolc TV készső érettségi műsorának matematika óráján. Én Tóth Géza vagyok, a Miskolci Berzevici Gergely szakgimnáziumnak a matematika tanára, és ma a kombinatórikával fogunk foglalkozni. Ugye alkérdésként feltettem ott, hogy hányféleképpen, milyen sorrendben, és ugye még néhány egyéb probléma, azt majd a feladatok közben meg fogjátok látni. Egy lapra összeszedtem az ide tartozó fogalmakat, ezeket most nem fogom kirészletezni az idő rövidsége miatt, de a függvénytáblázatban mindenképpen nézzétek meg. Egy feladat megoldása során viszont mindezeket meg kell majd vizsgálnunk, és majd utalok is rá, hogy ahogy sorbarendezési problémáról, kiválasztási problémáról van-e szó, hogy az adott elemek különbözőek-e vagy azonosak, ismétléses dolog, vagy ismétléses nélkül dologról van szó. És nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon hangsúlyoznám, hogy itt ebben a témakörben nagyon komoly zsebszámológép használati dolgokat kell csinálnotok. Tudnotok kell számolni faktoriálist, illetve tudnotok kell számolni ugye kombinációra vonatkozó enn alatt a k-t. Kezdjünk is hozzá, csapjunk is bele az első feladatba. Ugye úgy szól a feladatom, hogy Peti, Balázs, Áron, Dominik, Alex, Szilvi és Lili moziba mennek. Én szeretek így kombinatórika feladatot adni, hogy valami körítés van, hogy a gyerekek így ti is el tudjátok képzelni, hogy miről van szó. Ugye azt írtam oda föl, hogy több ilyen feladat van az érettségi dolgozatban, és nagyon ritkán fordul elő a kombinatórika önálló feladatként. A választható részben gyakorlatilag minden részben van kombinatórika, elrejtve egy-egy alkérdés alattomosan oda becsempészik, de mind nem lehet megúszni az érettségit kombinatórika nélkül. Tehát akkor még egyszer nézzétek, ők heten elmennek moziba. Az első kérdés, hányféleképpen ülhetnek le az egymás melletti helyekre? Hát ugye valahogy ezt meg kell jelenítenünk. Én úgy szoktam, hogy székformákat rajzolok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7 darab székről van szó. És akkor ugye hát nyilván a moziba egymás ölébe nem szoktak ülni a gyerekek, ezért ugye az első helyre 7 féle gyerek ülhet, második helyre 6 féle gyerek ülhet, harmadik helyre 5 féle gyerek ülhet, és így tovább, már gondolom unjátok is, utolsó előtti helyre 2 féle, 1 féle, vagyis ugye 7-szer, 6-szor, 5-ször, és így tovább 2-szer 1 féle leülési sorrend lehetséges. És hát ugye ennek a rövid jelölésére használjuk azt, hogy 7 faktoriális, amit ugye ki is tudtok a számológépen számolni. Ugye általánosságban egy ilyen felkiáltó jellel találjátok meg ezt a faktoriálist. Ugye és az lesz a vége, hogy 5040. Tehát 5040 féleképpen tudnak leülni 7 egymás melletti székre. Nézzük meg, hogy lehet itt a helyzetet fokozni. Nyilván Szilvi fél egy kicsit, ugye sok mindent hallott erről a filmről, mondjuk egy horrorfilm vagy valami, ezért csak a bal szélső székre hajlandó ülni, és azt kérdezem, hogy hányféle leülési sorrend lehetséges, tehát mennyit változtat ez a sorrenden. Hát maradjunk megint csak a jól bevált székeknél, ugye hetet kell ebből rajzolnom. És ugye Szilvike leül az első helyre, a bal szélső helyre ráadásul. Őt ide lerögzítjük, oda más nem ülhet, és akkor nézzük meg, hogy a második helyre most már hány gyerek ülhet. Ugye Szilvit már nem kell számolni, marad Peti, Balázs, Áron, Dominik, Alex, Lili, ők hatan vannak, tehát ide ugye hatféle, ötféle, négyféle, és így tovább kettőféle, egyféle, és ugye az előbb már jól megbeszélt jelöléssel, ez ugye 6 faktoriális féleképpen tudnak ők leülni. Sok esetben így is elég megadni a végeredményt. Ki lehet éppen számolni, hogy a 6 faktoriális az ugye 720, tehát ők 720 féleképpen tudnak már csak leülni, de úgyis elfogadható a végeredmény, 6 faktoriális. Érdemes azt is végig gondolnotok, hogy mi van akkor, hogyha Szilvike mondjuk a harmadik székre lenne hajlandó csak ülni, változik-e a sorrendek száma? Hát azt gondolom, hogy könnyen belátható, hogy nem, mert hogyha Szilvikét ide
lerögzítem, akkor itt lesz ugye 6-féle, 5-féle, 4-féle, 3-féle, 2-féle és 1-féle, és ugyanúgy 6-faktoriális lesz a megoldás. Úgy. Közben említem, meg halljátok is, hogy azt mondom, hogy sorrendiségi feladatokról van szó. Ezt ugye úgy is szoktuk nevezni, hogy permutáció, tehát ugye N különböző elem összes lehetséges sorrendjéről van itt szó. Na nézzük meg ezt a nagyon szép aranyos kis feladatot. Ugye hát van ilyen, nézzétek meg, Lili és Peti mindenképpen egymás mellé szeretnének ülni. Hányféleképpen történhet ez? Ugye most már nem egy ember, kettő ember fog leülni egymás mellé. Ugye megint lerajzolom a megfelelő 7 darab helyet. 4, 5, 6, 7. És akkor mondjuk Peti, leültetem Petit a bal szélsőre, mellé Lilit a jobb szélsőre, bocsánat, mellé pontosan, mert nem ülnének egymás mellé. És nézzük meg, hogy ez hogyan változtatja meg a lehetőségek számát. Nyilván ugye Petit és Lilit most már kiveszem, akkor a harmadik helyre ugye 5-féle gyerek ülhet ide, 4-féle, 3-féle, 2-féle és 1-féle, azaz ez ugye 5 faktoriális. Na de ugye kérdés az, és ez nagyon-nagyon fontos és megfontolandó kérdés az, hogy Peti és Lili csak az első két székre ülhet-e? Hát gondoljátok végig. Ugye ülhetnek mondjuk a második, harmadikra is. Ülhetnek a, tehát mondjuk ide is. Akkor ugye itt 5-féle lesz, megint 4-féle, 3-féle, 2-féle, 1-féle. Tehát ez nem változtat rajta. Ez is 5-féle lesz. Na most azt érdemes még megfigyelned, hogy itt úgy ültek, hogy Peti-Lili, itt Lili-Peti. Tehát ezen a leülésen belül is van még 2-féle lehetőség. Tehát ők helyet is cserélhetnek. Természetesen, amikor a második, harmadik helyen ülnek, itt is van 2-féle lehetőség, tehát helyet is cserélhetnek. Ebből következően nézzétek meg, hogy most már csak azt kell megszámolnunk, hogy ők hány helyre ülhetnek le egymás mellé. Hát akkor ugye ennek valami formát adva azt mondom, hogy ülhetnek az első, második helyen, ülhetnek a második, harmadik helyen, a harmadik, negyedik helyen, a negyedik, ötödik helyen, az ötödik, hatodik helyen és a hatodik, hetedik helyen. Ez azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 féle lehetőség. Tehát ugye ez végeredmény szempontjából azt jelenti, hogy ők 6-szor, 5 faktoriálisszor 2-féleképpen tudnak leülni. Még egyszer nézd meg, hogy jön ez össze. Ugye ha 2 embert leültetek bárhová, a maradék 5 ember 5 faktoriális féleképpen ülhet le. Utána az a 2 ember helyet cserélhet, az megduplázza a sorrendek számát, és a 2 ember 6 helyre ülhet le, tehát meg 6-szorozza a lehetőségek számát. Ezzel ezt a feladatrészt is megoldottuk, ez már egy picit bonyolultabbnak tűnt, de még mindig lehet itt a helyzetet fokozni. Nézzétek meg, ugye az lesz a következő kérdésem, hogy hány olyan eset van, amikor Lili és Peti nem ülnek egymás mellett. Ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy megnézik még egyszer a filmet, és valami miatt már nem szeretnének egymás mellett ülni. Hát nyilván nem az a kérdés, hogy miért, hanem hogy hányféleképpen lehetséges az, hogy ők nem ülnek egymás mellett. Lehetne ugyanezt a játékot végigjátszani. Itt mostan ebbe belefirkálnék, de elég rendesen megpróbálok belefirkálni. Azt mondja, hogy mit tudom én ezzel a Lilával, ugye csinálhatnám azt, hogy mondjuk megnézném azt, hogy mondjuk Lilit leültetem mondjuk ide, és akkor Peti itt ül. És akkor ez ugye ugyanúgy 5 faktoriálisszor 2 lenne. Vagy Lili itt ül, és Peti itt, és akkor megint 5 faktoriálisszor 2. Tehát most azokat kellene valami logika szerint összeszedni, azokat az eseteket, amikor ez a két tanuló vagy két gyerek nem ül egymás mellett. De azt gondolom, hogy a megoldás fenn van a táblán. Nézzétek meg! Ha tudom azt, hogy a 7 gyerek 7 faktoriális féleképpen ülhet bárhogy, és 6-szor 5 faktoriálisszor 2-féleképpen ülnek úgy, hogy Lili egymás mellett ül, akkor a kettő különbsége pont azt fogja jelenteni, hogy ők nem ülnek egymás mellett. Tehát ugye az lesz a vége, hogy nem ülnek egymás mellett, az úgy jön ki,
tehát nem ülnek egymás mellett. Úgy jön ki, hogy az összes ülés ből, amikor egymás mellett ülnek. Tehát egymás mellett. Úgy. Azaz 7 faktoriális mínusz 6-szor 5 faktoriális szorozva 2-vel. Azaz a 7 faktoriálisból kivonom azt, hogy 6-szor 5 faktoriálisszor 2, és ez, hogyha beletekintek a jegyzeteimbe, ez pontosan 3600 esetet jelent így. Hát ezzel ezt a viszonylag egyszerű sorrendiségi feladatot megoldottuk. Gondolom látjátok azt, hogy azért itt az utolsó 2 feladat megoldása már akár lehet problémás is. Jó, menjünk akkor egy feladattal tovább. Egy osztályról lesz szó ebben a feladatban, 26 főből áll ez az osztály. Hát létezik ilyen osztály létszám. Ugye az osztályban van 11 fiú, köztük van Balázs, Alex, Péter és Áron, és ugye osztálynak általában van egy osztályfőnöke, aki bizonyos feladatokra csoportokat választ ki. Nagyon-nagyon fontos itt ez a szó, hogy csoportokat választ. Tehát a kiválasztás kerül most terítékre, és akkor nézzük meg, hogy mik ezek a kérdések, amikre válaszolni kell. A fiúk közül hányféleképpen tud kiválasztani egy 5 fős csoportot? Hát érdemes akkor először összepakolni a adatokat, hogy hogy is állunk adatokban. Tehát 26 fős az osztály, fős. Ebből van ugye 11 fiú. Hát nagyon nehéz kiszámolni, hogy 15 lány, ugye a különbség az a lány. Így. És akkor hányféleképpen tud az osztályfőnök kiválasztani a fiúk közül egy 5 fős csoportot? Ugye 11 főből kell kiválasztani 5-öt, úgyhogy a sorrend nem számít. Vagyis, ugye az azt jelenti, hogy 11 alatt az 5. Ugye ez az a bizonyos kombináció, az az n alatt a k, ugye a 11 elemű halmaz, 5 elemű részhalmazainak a száma, vagyis ugye ez definíció szerint 11 faktoriális per, ugye 5 faktoriális szorozva 6 faktoriálissal. Tehát ugye ennyiféleképpen lehet kiválasztani a fiúkat. Ezek száma, hogyha beütitek a számológépbe, ugye úgy kell beütni, hogy 11, n, c, r és 5, tehát 11, n, c, r, 5, ez a billentyű adja meg, az pontosan 165 lesz. Tehát 165. Tehát az első feladatra az a válaszunk, 165 féleképpen. Ez érettségi első részében 2 pontért ez a feladat simán megkérdezhető. Egy picikét bonyolítunk rajta. Lányok közül kell kiválasztanunk 7 főt. Akkor, hogyha a lányok közül pontosan 3-an elmennek röplabdázni, ugye akkor lesz hány lány, és 15-ből 3 ugye elmegy röplabdázni, akkor lesz 12 lány. Tehát 12 lány. 12 lány közül kell 7-et úgy kiválasztani, hogy közben a sorrend nem számít. Ugyanaz, mint az előbb, 12 alatta 7. Tehát 12 alatta 7. Ami ugye megint csak 12 faktoriális per 7 faktoriális szorozva 5 faktoriális, ugye a számológépbe ugyanúgy kell beütni, 12 alatta 7, az 792. Tehát megvan a kiválasztás, ez az a bizonyos n alatta k, ugye az n elemű halmaz, k elemű részhalmazairól van szó. Nézzük meg, hogy hogyan lehet még tovább ezt a feladatot akár bonyolítani is. Azt mondja, hogy 12 fős csoportot hányféleképpen tud az osztályfőnök úgy kiválasztani, hogy a lányok és a fiúk száma megegyezzen. Ugye először azt kell konstatálni, hogy hát mennyi lány kell, hány lány kell és hány fiú. Hát, hogy a lányok és a fiúk száma megegyezzen, akkor ugye kell 6 fiú és kell 6 darab leány. Ugye a fiúkat 11-ből fogjuk tudni kiválasztani, tehát a fiúkat 11-ből kell kiválasztani, a lányokat pedig 15-ből, most már 3 kislány az nem röplabdázik, akkor ugye 11-ből kell 6-ot, az 11 alatta 6, és a lányok közül is 6-ot, tehát az 15 alatt a 6. Tehát ugye ez lesz
a C feladatnak a megoldása. Hát sok esetben itt ezt a végeredményt ilyen formában is lehet hagyni, nem muszáj ezt kiszámolni. Ki lehet számolni, de az én érzésem szerint ez már milliós nagyságrend. És akkor nézzük meg a feladat utolsó, mégpedig a D részét. Ugye úgy szól, hogy egy 12 fős csoportot hányféleképpen tud kiválasztani úgy, hogy az említett fiúk közül, tehát ugye eddig még nem használtuk azt, hogy miért van kiemelve Balázs, Alex, Péter és Áron, ugye most itt van, hogy az említett fiúk közül pontosan kettő kiválasztásra kerüljön. Tehát akkor most ugye a fiúkat még tovább osztanám úgy, hogy ugye négy van megjelölve, tehát Balázs, Alex, Péter és Áron, és ugye 7 fő, tehát a 7 a fiúk közül, meg nincsen megjelölve. Ugye a D feladat részben, ugye a 12 fős csoportot hányféleképpen tud kiválasztani, hogy az említett fiúk közül pontosan 2, ugye kiválasztásra kerüljön. Ez ugye azt jelenti, hogy ki kell választanom ebből a 4 fiúból, ugye 2-t, a maradék 7 fiúból hozzá 4-et, így, és ugye a 15 lányból is hozzá még 6-ot. Tehát a 15 alatta 6. Még egyszer nézzétek meg. Ugye 12 fős csoportot ugye ugyanúgy kell kiválasztani, mint az előbb, ugye ugyanannyi fiú legyen, mint lány természetesen, és akkor ugye az azt jelenti, hogy benne kell, hogy legyen a megjelölt 4 fiú közül 2, tehát abból a 4-ből kiválasztunk 2-t, de még kell 4 fiú, az nyilván a maradék 7-ből lesz, és kell hozzá még 6 darab kislány, az meg a 15 kislány között szerepel. Hát ez az utolsó rész, tehát a D része ennek a feladatnak, illetve a C része is, ilyen típusú kombinatórika feladatok inkább majd a valószínűséghez fognak kapcsolódni, a valószínűségnek vagy a kedvező, vagy az összes részét fogják képezni. Nézzük akkor tovább, ugye ezek kiválasztási feladatok voltak, azért azt konstatáljuk, ez nagyon-nagyon fontos csoportja ugye a kombinatórika feladatoknak. És akkor egy klasszikus kombinatórika problémát nézzünk meg, amikor is ugye egy számokra vonatkozó feladatot oldjunk meg. 2, 4, 6 darab számot adtam meg, és akkor ennek a 6 számjegynek a felhasználásával készítünk bizonyos számokat, és ugye mindegyikének a felhasználásával hány darab 6 jegyű szám készíthető. Ugye 6 jegyű számot kell készíteni, akkor azt, hogy körülbelül megint úgy jelölném, mint amikor a moziba mentek a gyerekek, hogy az első hely, második helyi érték, második, harmadik helyi érték, negyedik, ötödik és hatodik helyi érték. És akkor most ugye azon kell elgondolkodni, hogy hát mi a különbség ezek között, a számok között, meg a gyerekek között. Nyilván az a különbség, hogy itt most egy számjegyet többször is fel lehet használni. Tehát mit tudom én, lehet olyan, hogy 111.111, ugye az is ezekből a számjegyekből képezett 6 jegyű számról, ez is ezekből a számjegyekből képezett 6 jegyű számot jelent. Tehát ugye az első helyre akkor ugye 6 féle számjegyet tudok írni, de a másodikra is 6 félét, meg a harmadikra is, meg a negyedikre is, meg az ötödikre is, meg a hatodikra is, azaz ez 6 a hatodikon féle, hát 6 jegyű szám képezhető az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyekből. Még egyszer mondom, nagyon-nagyon fontos annak az észrevétele, hogy a számjegyek ismétlődhetnek. Következő, B része ugyanennek a feladatnak. Azt mondja, hogy hány olyan különböző 4 jegyű szám készíthető, amelynek minden számjegye különböző. Ugye itt külön utal a feladat szövege arra, hogy minden számjegye különböző. Ha ez egy példában kerül kijelölésre, és itt véletlenül nem vetted észre, hogy a számjegyek ismétlődhetnek, itt ez felhívja rá a figyelmet, hogy az elsőben nem kell, vagy ott ismétlődhetnek a számjegyek. Nézzük akkor meg ennek a feladatnak a B részét, első, második, harmadik, negyedik hely. Ugye első helyre mehet ezek szerint 6 féle számjegy, a második helyre mehet 5 féle számjegy, ide 4 féle számjegy, ide 3 féle számjegy, ami azt jelenti, hogy ez ugye
6-szor, 5-szor, 4-szer, 3. Ugye ezt szoktuk úgy jelölni, hogy 6 faktoriális per 2 faktoriális. Ugye ez a kiszámolás egyszerűségéért, tehát számológépen való kiszámolásnak az egyszerűbb voltát szolgálja, de nyilván így is beülthető a számológépbe. Ha végig gondoljátok, ez egy új típusú feladat. Tehát itt néhány elemet a megadott elemek közül sorba rendeztünk. Ugye ezt úgy is hívják másképpen, hogy variáció. Tehát ezek a variációk. C része a feladatnak. C része a feladatnak. Hány darab 4-jel osztható 5-jegyű szám készíthető belőlük? Ugye itt újdonság az, hogy 4-jel osztható kell, hogy legyen, 5-jegyű számot kell képezni. Ugye kellenek a 4-jel való oszthatóságnak a feltételei. Javaslom ehhez a számoló a függvénytáblázat elővételét, és ott szépen meg fogjátok látni, hogy egy szám akkor osztható 4-jel, hogyha, mit tudom én írok, egy tetszőleges számot, mondjuk 1, 2, 3, 5, 72, hogyha ez az utolsó két szám, így összeolvasod, és ez a kétjegyű szám osztható 4-jel, akkor a szám is osztható 4-jel. Magyarul itt a ötjegyű számokat úgy kell majd nekem képezni, 2, 3, 4 és 5, hogy itt az utolsó két számjegy 4-jel osztható legyen. Azt gondolom, hogy ott talán nézzük itt szépen sorba, hogy mik állhatnak az utolsó helyen. 12, 13, 14, 15, 16. Rögtön kell, hogy észrevett, hogy a 12 és a 16 áll a végén a 5-jegyű számnak, akkor osztható lesz 4-jel. Tehát ide berögzítem akkor a 12-t egyszer, és berögzítem a 16-ot. Úgy. Következő. Ugye 21, 22, mert ugye nincs arról szó, hogy nem ismét ültetnek a számjegyek, 21, 22, 23, 24, 25, 26, akkor a 24 lesz a következő. 24. Azt mondja, hogy most már anélkül, hogy oda mennék, azért tudjátok nyilván követni 32, 36, tehát 36, 44, az nagyon fontos, hogy a 44, 52, 56, és 64. Tehát ezek lehetnek azok a végződések. Hát néhány nagyon csúnya lett egy kicsit, de azt gondolom, hogy el lehet itt ezt olvasni, hogy az 36, ez meg 52. Ugye megszámoljuk, hogy hányféle lehetőség van. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Tehát akkor ugye a megoldás az lesz, hogy 9-szer, mert ennyiféle állhat a utolsó két helyen. És akkor még ugye azt kell végig gondolni, hogy az első helyre hányféle számjegyet írhatunk, hát 2, 4, 6 félét, második helyre 6 félét, harmadik helyre 6 félét, akkor ez ugye 9-szer 6 a harmadikon, és készen vagyunk. Tehát ugye ez a variációk közé tartozik, nézzétek meg, ez mégpedig ez ismétléses variáció, és akkor ráadásul még egy oszthatósági példa is kapcsolódott hozzá. Érettségén szerepel ilyen összetételben egy 4-5-6 pontot biztosan lehet ráadni. Úgy, következő. Hát ha nem volt elég az előbbi 6 számjegy, akkor ugye azt mondom itt, hogy a fenti számjegyekhez adjunk még hozzá 2 darab 1-est és 3 darab 2-est. Tehát akkor ugye úgy fog kinézni most már úgy néznek ki majd a számjegyeim, hogy volt eleve 1 darab 1-es, hozzáadtam még 2-t, volt 1 darab 2-es, és hozzáadtam még 3-at, 1, 2, 3, és akkor a 3, 4, 5 és 6 az rendben van. Így. És akkor ezekből fogok képezni számokat, mégpedig 11 jegyű számokat. Kérdés az, hogy hány darab ilyen 11 jegyű szám képezhető ezekből. Azt mondja, hogy hát egyszerű dolgom lenne, ha mind különböző lenne. Mert ha mind különböző lenne, akkor most már nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy akkor 11 faktoriális sorrendbe tudnánk őket rendezni. Na de, ugye, hogyha végig gondoljátok, itt ez a 3 darab 1-es, ha itt most ezt a 2-t megcserélném, a szám ugyanaz lenne. Ha ezt a 2 1-est megcserélem,
ez a 11 jegyű szám megint ugyanaz maradna. Ebből következően ugye el kell osztanom ezt a 11 faktoriálist, annak a 3 egyesnek az összes lehetséges sorrendjével, feltételezve, hogy ők különbözők, és természetesen a 4 darab kettesnek is az összes lehetséges sorrendjével, feltételezve, hogy ők mind különbözők, ugye azzal vagy azt néztük ott meg az elején. Úgy, rendben vagyunk. Tehát még egyszer nézzétek meg, 11 számjegyű számot kellett képezni, volt benne 3 1-es, 4 2-es, és 3 4 5 6. Úgy. Ez is sorrendiségi példa, ez is permutációnak nevezzük, ezt is, és ismétléses permutáció. Tehát ez egy ismétléses permutáció volt, és akkor a következő, és ezzel le is zárva ezt a számok képzését, azt mondja, hogy egy 25-tel osztható 11 jegyű számot kell képezni ezekből a számjegyekből. Hát akkor ugye megint a 25-tel való oszthatóságot kell tisztázni, ugye a függvénytáblázat ebben is segít. Azt mondja, hogy egy szám akkor osztható 25-tel, hogyha 25-re végződik, vagy 50-re, vagy 75-re, vagy 0-0-ra. Na most ugye ezekből mi lehet az utolsó két számjegy? Hát nyilván 25. Akkor az utolsó helyre, ugye van 11 helyem, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, az utolsó két helyre lerögzítem a 25-öt, így, és akkor azt megnézzük, hogy ide mi marad. Ugye lerögzítettünk egy 2-est meg egy 5-öst, akkor maradt nekem 3 1-es, maradt nekem 3 2-es, maradt nekem egy 3-as, egy 4-es és egy 6-os, akkor ez ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elem összes lehetséges sorrendje lenne, ha mind különböző lenne, de ugye el kell osztanom a 3 elem összes lehetséges, 3 1-es összes lehetséges sorrendjével, ha ők különbözők lennének, és a 3 darab 2-es ugye összes lehetséges sorrendjével, hogyha ők mind különbözők lennének, tehát 3 faktoriálissal. Kedves középiskolások, ezzel a feladattal is végeztünk. Tulajdonképpen a kombinatórikának minden lényeges részét említettük, sorrendiség, kiválasztás, illetve hát a variálás feladatkörében mindenhol csináltunk feladatokat. Kombinatórikáról való beszélgetésünk véget ért, és hát ajánlanék nektek kombinatórika feladatokat. Ott vannak az elmúlt néhány év érettségi feladataiból, kiválasztottam 7-8 ilyen feladatot. Oldjátok meg, remélem, hogy sikerrel jártok. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, további szép napot kívánok nektek!